Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Check It Out újabb videójába, és ismét hoztam nektek egy teljesen ingyenesen igényelhető NFT-t. Erről fogunk beszélni ebben a videóban egy kicsit bővebben. ha engem még nem ismernétek, akkor Check It Out csatornán, tehát ezen szoktam nektek tartalmat készíteni, mostanában főként NFT témában, és a Zonomo NFT klubnak az egyik társadalapítója vagyok, ez egy magyar NFT klub, és Mókus barátom már megosztott veletek egy ingyenesen nyerhető, tehát ott nyerni lehetett egy NFT-t, aminek egyébként még kettő fordulója van, tehát a Dragonstra még lehet jelentkezni, és az Amerikában zajló Super Bowl alatt is van egy lehetőségetek nyerni egy ilyen Digi Daigaku NFT-t. Erről Mókus barátom beszélt, és itt ugye én is nyertem 320 ezer forint értékű NFT-t, 0,524 Ethereumért adtam el ezt az NFT-t. De ebben a videóban most nem arról fogunk beszélni, hogy hogyan nyerhettek egy NFT-t, hanem hogyan tudtok szerezni ingyen Viszont, mint említettem, mókus videóját semmiféleképpen se hagyjátok ki, hiszen a Dragonsra még tudtok regisztrálni, hogyha összekötitek a tárcátokat ugye ezzel az oldalról, amit a mókus videójába belet mutatva, követitek Gabriel layton a Twitteren, és egyszerűen regisztráltok. És hogyha titeket ez fogad, akkor sikeresen regisztráltatok, Kövessétek Gabriel Layton-t a további információért, vagy Mókust, vagy engem, hiszen meg fogjuk veletek osztani. Na, de a mai videónak a fő témája az nem más, mint az Amazon Samsung Ledger közreműködésével létrehozott lehetőség, amivel ingyenesen beszerezhettek egy nft több különböző művésztől, tehát egyet fogtok majd kapni. A regisztráció egyébként még február 1-ig él, tehát három napotok még van. Hogyha sikerült megcsinálni, és végig fogunk menni ezeken a steppeken, és ez fogad, hogy nincs mélyben a akkor jó volt az, amit csináltatok. Na de ezt mindjárt meg fogom nektek egyébként mutatni, hogy mit kell végigcsinálnotok, de előtte egy kicsit beszéljünk erről a projektről. Mint említettem, a Samsung X Ledger, ez egy új web 3 nyitás. Itt látjátok, hogy miről van pontosabban szó, és a fázis 1, a phase 1, amiről beszélünk, ez egy teljesen ingyenesen egy exkluzív NFT-t, egy MX1 Genesis NFT-t tudtok majd bezsebelni, és itt van, hogy négy steppet kell végigcsinálnotok. Első körben regisztrálni mindenféle képpen ezen a linken, amit küldtem nektek, és ott fölül mutattam, hogy arra kell majd kattintani, de mint mondtam, mindjárt végigmegyünk ezen a folyamaton. Majd február 1-én fogtok kapni egy e-mailt, egy kóddal és egy linkkel, például ez lesz a kód, és lesz egy link, amire rákattintotok, majd megadjátok ezt a kódot, amit kaptok, és a kriptotárcátokat, ami például egy Metamask, összekötitek majd ezzel az oldallal, és egyszerűen rákattintotok a mintre, és innentől kezdve követitek az utasításokat. Hogy milyen művészekről van szó, itt meg tudjátok nézni ezt a négy nevet, és a fázis kettőben pedig, ami majd egy Genesis uh, MX1-es NFT-ről lesz szó egyébként, uh, ezek az artistok, köztük Bruno Urli, akivel készített Mókus egy interjút, ez német nyelven megnézhető egyébként. Mókusnak a német nyelvű csatornáján, tehát nem a kriptomókus, hanem a KM Finanzen, rákattintotok, és aki beszél németül, itt szokott Mókus megosztani remek videókat. Itt van ez az NFT Bruno Urlival, aki egyébként még 16 évesen 28 ezer dollárért adott el NFT-t, a fiatal pedig 18 éves, én követem őt egyébként a Twitteren is, Bruno Urli, és az egyik kollab vele van, tehát a Samsung felkarolta Bruno-t, vagyis hát együtt dolgoznak, és itt egyébként megosztotta a fontos információkat Bruno, amit ha engem követtek Twitteren, akkor látjátok, hiszen én is megosztottam veletek, hogy ezek az NFT-k négy rarity tehát négy ritkasági fázisra lesznek bontva a Standard, Rare, Epic és Ultra, úgyhogy már nagyon kíváncsi leszek, hogy ez hogyan fog működni. Tehát, hogyha több információ kell, akkor kövesetek vagy engem, vagy Brunót, vagy mind a kettőnket, és természetesen kriptomókus Krisztiánt is. Ha kicsit itt lejjebb tekerünk, akkor még különböző információkat olvashatok német nyelven. Azt le kell szögeznem, hogy ehhez egy Amazon.de regisztráció, tehát egy Deutschland, németországi Amazon regisztrációra van szükségetek. Hogyha Amazon-t használtok, akkor gondolom az amazonde ről így is rendelni, ha nem, akkor teljesen ingyenesen tudtok regisztrálni egy accountot. Na de látjátok, hogy én már regisztráltam, de egy teljesen új accountról ezt most meg fogjuk még egyszer csinálni. Regisztráltam még egy accountot, és most ugyanaz az oldal fogad minket, csak kicsit más a szöveg, és ezt azért mutatom nektek meg, mert tudom, hogy köztetek sokan vannak olyanok, akik nem beszélnek németül, és ez például a német nyelvű Amazon, tehát innentől kezdve ezt a pár steppet nektek meg fogom mutatni. Hogyha ezt látjátok, ami ijedztel kezdődik, akkor erre egyszerűen rákattintotok, és ennyi volt. Tehát innentől kezdve, hogyha rákattintotok, és hogyha most még egyszer rákattintotok, akkor leiratkoztok. Tehát, hogyha jegyztet látok, akkor kattintás, és fel vagytok iratkozva, alul pedig látjátok ezt a kis linket, ha erre rákattintotok, akkor bedob titeket ide az e-mail feliratkozásokhoz, és itt látszik, hogy Samsung Unpacked, tehát innentől kezdve ide 29-én feliratkoztunk, ez a fő akuntomban is, hogyha erre rákattintok, akkor látszik, hogy ide feliratkoztam, 20-án, január 20-án. Tehát, hogyha ez a pár step megvan, ez a két kattintás, ami lényegében csak egy kattintás, és ezt a szöveget látjátok, akkor már fel is vagytok iratkozva. Azt nem fogom megmutatni, hogy hogyan tudtok egy Amazon accountot regisztrálni, de ez szerintem mindenkinek egyértelmű, és utána egyszerűen csak ide kattintotok, és fel is vagytok iratkozva. Mint említettem, február 1-én, itt írja is egyébként, hogy ez élő lesz, 19 óra tól 1 február 1-én, és onnantól kezdve várjátok majd az e-mailt, kattintsatok a linkre, és kössétek össze a tárcátokkal, mint mondtam, ez lehet egy metamask is, amit én azt javasolnák, mint minden egyes esetben, hogy a biztonság érdekéért egy olyan metamask tárcát használjatok, ami nem a fő tárcátok, akár egy friss, vagy egy mintelésre használható hot wallet, azzal csináljátok ezt mindenféleképpen. Gondolom az Amazon, a Samsung és a Ledger nem fog titeket lenyúlni, de mi van akkor, ha valami kamu link érkezik, valami kamu e-mail címről, tehát legyetek mindig óvatosak, és legyetek mindig felkészültek, erről csináltam már egy videót is, hogyha ezt a négy dolgot betartjátok, akkor valószínűleg ki tudjátok kerülni az ilyen buktatókat. Hogyha van további kérdésetek, akkor ne habozatok ezt föltenni itt alul a komment szekcióba, vagy gyertek fel a teljesen ingyenes Check it out Discordra, aminek a linkjét megtaláltok a leírásba, és nyugodtan kérdezzetek, akár ott is. Találkozunk hamarosan egy következő videóban, addig is. Ciao, sziasztok! A vasút, sikít, a az már minden besért, csak a DCA, bro, ami hasít. Közes is tele a terem, a bányagépeken meg az A gyereket ebből letetem, a fiat valutát kriptóvá A kutya fáját egy kobolt kakilt volna bele a reggeli műzliébe. Remélem így nem sértettem meg senkinek se a lelki világát.